Közeledik a karácsony, hamarosan meggyújtjuk a negyedik adventi gyertyát is. A forradból illata, az utcák ünnepi kivilágítása, az égő fenyőfa lángja, szirénázó tűzoltóautók hangja, jó illatú mintavételi transportáptalaj, az ablakokba ragasztott piros szívek és piros karanténcédulák látványa arra késztet minket, hogy az év vége közelettével szűk családi körben visszagondoljunk, mi minden történt velünk az idén. Ez az év nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem mindenki számára emlékezetes maradt, talán még több generáción át is. Nem feledjük az ember feletti erőt, kitartást, hivatástudatot, összefogást és sokszor önfeláldozást igénylő harcot, mely lehetővé tette a betegek gyógyítását, az egészség megőrzését és a munka folyamatosságát, valamint azt, hogy most itt lehetünk. De ez az ünnep nem a nehézségekről szól, hanem a család, az összetartozás és a szeretet, valamint a keltészta fontosságáról. Mert fontos, hogy békében, szeretetteljesen és együtt szaladja körbe a szűk család az ünnepi asztalt, szimbolizálja a fényt adó gyertya lángja azt a melegséget, amit az idén frissen megjavított fűtőtestek is felénk sugároznak. Gyújtson fényt gyermekeink és hozzátartozóink szemében az zuglói önkormányzati támogatás, és erősítse meg az elhatározást, hogy a Hermina úton végre megépülhessen a központi klímarendszer, és a hideg olyan köteléket képezzen, mely szorosan egymáshoz fűz minket, hogy zálogát képezze egy biztonságos és békés jövőnek. Fogadjuk ajándékként, ha ilyenkor a percek lassabban telnek, ha a gyerekek legóit órákig szereljük össze, ha a húst fél napig pácoljuk, vagy ha a karácsonyi zene hosszabb egy 3 perces klipnél, ha a beszélgetéseink meghaladják a 160 karaktert, és az ünnepélménye sokkal több lesz, mint az asztaltársaságról megosztott selfie. Ez a családi élmény jelképezze azt az összetartozást, mely ebben az évben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a felettünk tornyosuló felhők árnyékában. Emelkedjünk-e felhők fölé, nyújtsunk egymásnak óvó kezeket, és az együtt töltött idővel bearanyozott örökzölddel körülvett ünnepi asztal mellett kívánjunk egymásnak boldog, szeretettel teli karácsonyt. Vigyázzunk egymásra, legalább karácsonykor maradjunk otthon. Maszkot felrakjunk.